teljesen paf voltam, amikor a parlamentben a képviselők elmerészelték fogadni a jegybank törvény módosítását, jelentette ki Bot Péter Ákos. A volt jegybankelnök szerint most látszik igazán, miért fontosak a fékek és ellensúlyok egy demokráciában. A stúdióban Bot Péter Ákos. Arról, hogy mit szabad és mit nem a jegybanknak, most ezért álltam meg egy kicsit, mert hogy mit nem szabad a jegybanknak, arról egyre kevesebbet beszélünk, szóval hogy mi mindent szabad a jegybanknak, arról viszont egyre többet. Például az elmúlt hetekben önök megtudhatták azt, például Kósa Lajos jóvoltából, hogy hogyan válik, vagy veszíti el a közpénz, közpénz jellegét. Most minden erre a típusú módosításra, ami a Magyar Nemzeti Bankot érintette, erre mondta Bot Péter Ákos, hogy teljesen paf voltam. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Estét kívánok. Én meg azon gondolkodtam, hogy azért volt paf, mert hogy ezt még a Fideszből sem nézte ki, vagy azért volt paf, mert hogy ezt nem nézte ki a módosítás beterjesztőjéről, vagy miért? Elég egyszerű ügyről van szó, az a kérdés, hogy közpénze a Magyar Nemzeti Bank vagyona, és ha közpénz, akkor vonatkoznak-e rá azok az átláthatósági szabályok, és azt gondolom, hogy az ügy én számomra nagyon egyszerű. Ha most meglátjuk a végét, mert ugye az bekerült hál' Istennek arra az útra, amelynek a végén az alkotmánybírók, akiket ezért tartjuk őket, majd eldöntik. Tehát igazából most már nem is akarok hozzászólni, én szerintem ez nagyon egyszerű kérdés, de nem vagyok jogász. Logikai alapon magától értetődött nekem, hogy ez közpénz. Az más ügy, és igazából, ha itt valóban én érzelmeket nyilvánítottam ebben az ügyben, akkor az tulajdonképpen az eljárásnak is szólt, vagy alapvetően az eljárásnak szólt, hiszen csak a nézők emlékeznek rá, hogy egy hétfői nap bement egy törvényjavaslat, amelyik a Magyar Nemzeti Banknak a működését érinti. Egyébek mellett az elnöknek a javadalmazását is. Igen, ezek most már melléktémák, minden esetre egy nagy, egy komoly intézménynek a szabályait. A Magyar Nemzeti Bank része az európai bank struktúrának, tehát ki kell kérni minden ügyben a frankfurti Európai Központi Banknak az álláspontját. Tehát egy magyar nyelvű törvényt el kell küldeni, és kell adni erre, mit tudom én, 60 napot, hogy 30-at legalább. De ilyen típusút is, ami mondjuk nem a működését effektíve... Minden típusút, ami hát a jegybank törvény módosítása. A jegybank törvény módosítása, az módosítása. Tehát nem először fordul elő, hogy nem adnak meg. Hogyne? Hát emlékszünk a korábbi elnök fizetését is érintő módosításokra. És hát kisebb és nagyobb ügyekben. Tehát minden esetre azt gondoltam, hogy ez így nincsen rendjén, és ezért nem jelentkeztem a médiában, de amikor megkérdeztek, azt gondoltam, akkor megadta a választ. Igen, hogy el kell világosan mondanom a nagy közönség számára. Már csak azért is, hogy nagy valaki azt mondja x év múlva, hogy amikor már baj van, hogy fiúk, nem szóltattok, hát senki se szólt nekem. Hát azért vagyunk, hogy szóljunk. Milyen a módosításnak a célja? Én nem tudom, és nem is nagyon érdekel engem, mert azt gondolom, hogy itt az eljárási ügyek miatt kellett véleményt formálnom, és az alapproblémával se értek. Nem hiszem, hogy nem érdekli. Az alapprobléma nem hiszem, hogy nem érdekli, mert az alapproblémához hozzátartozik az, hogy valakinek súlyosan érdeke az, hogy a Magyar Nemzeti Banknál felhalmozott, vagy felhalmozható vagyonról, azt mondja, igen, hogy ez már nem persze, közpénz. Amikor azt mondta, hogy nem érdekelt, akkor az egy túlzás volt, de igazából azt gondolom, hogy ez most már másodlagos, és találgatni meg nem akarok. Tehát amikor megszólaltam, akkor elemzőként, és valóban volt elnökként is azt gondolom, hogy kötelességem volt, mert ha csődben marad az ember, akkor azt gondolhatja másra, nagy közönségi rész, hogy ez egy technikai kérdés, ez jogi ügy, itt jogászkodásról van szó, és azt gondolom, de hogy ennél többről van szó. És én is most, mint volt Nemzeti Bank elnököt kérdezem, az a pénz, az a nyereség, ami a Magyar Nemzeti Banknál keletkezik, például az árfolyam különbözet okán, az nem a központi költségvetésnek a része kell, hogy legyen? De azért mondom, számomra nagyon világos a dolog, hogy amikor vesztesége van a Nemzeti Banknak, és ezer ok miatt lett vesztesége, még pedig ezek nagyon rendben írva, akkor az adófizető fogja a számlát állni. Rögtön vagy áttétellel ez a konkrét jog viszony. Amikor pedig nyeresége van, és miután ez egy monetáris hatóság, tehát alapvető
a nyeresége szokott lenni. Hát mondok egyet, készpénzkibocsátásból lucrum camerae, ez egy több száz éves ügy, az uralkodónak, a szuverének nyeresége szokott lenni. Ez a nyereség, ez a Nemzeti Banknál keletkezik, de ez az országé, vagy a szuverén, hát most ugye nem királyságban, a köztársaságé, és ennek megfelelően ennek a landolnia kell az állami költségetől. Tehát elég egyszerű az ügy, ezért is csodálkozom azon, hogy lehetett ezt valamilyen jogi Robinsonáddal a képviselőknek ezt úgy beállítani, és ezért elmarasztalom a képviselőket, elmarasztaltam a kormányt, és nem szoktam üzengetni a kormánynak, az igazsági miniszternek is üzentem, ugyanis az még nem megoldás, hogy föláll egy képviselő, és beterjeszt a Nemzeti Bankra vonatkozó törvényt egyéni indítványként, és utána 48 órán, 36 órán belül megszavazzák. Tehát ez nincs rendjén, és hát én most nem akarok találgatni. Nem akarok találgatni. Ez majd találgatnak. Hát nem kell nagyon messzire menni a találgatásba, nem akarok találgatni. Tudja, mit nem értek én? Sok minden más mellett. A miértet. Akkor, amikor is most vonatkoztassunk el Fidesztől, Matolcsitól, mindenkitől, pártól, kormánytól teljesen, akkor, amikor egy politikusról kiderül, hogy hát felhalmozott némi kis vagyont, és feltételezhető, vagy már bebizonyított, hogy ő ezt a hatalmával visszaélvetette, akkor az emberben még az összes elítélhető momentum mellett is megfogalmazódhat az, hogy emberből van, és bizony megpróbálta a saját családja és a következő generációinak, leszármazottjainak a jólétét megteremteni. Ez nem azt mondtam, hogy ez felment bárkit is, csak mint gondolat meg. De amikor van egy nemzeti bank elnöke, minden melyik párthoz tartozik, melyik kormányokkal, és elkezd szállodákat vásárolni, alapítványokat létrehozni, hegedűt, tokot, nem tudom micsodát, annak mi értelme? Tehát mi értelme, amikor a Magyar Nemzeti Banknak egy ilyen tárgyasult vagyon halmaza csak gyarapszik, miközben tudjuk azt, és szakemberektől, mint ön, tudjuk azt, hogy ez a pénz kerülhetne, sőt, oda kéne kerülnie a központi költségvetésbe, és tudjuk azt, hogy ebből a pénzből lehetne oktatásra, egészségügyre, bármire fordítani. Itt két ügy van. Az egyik ez, amit említett, hogy hegedűt, meg kastélyt, itt mérték és arányérzet mérték kérdéséről is szó van, mert tulajdonképpen a jog valószínűleg ez mind megengedi. Én feltételezem, hogy a bank és lehet, a bank jogászai ezt megengedhetik. És hogyha ez egy olyan szokásos, egy nagyvállalatnak a szokásos CSR tevékenysége, tehát ilyen szokásos vállalati szponzoráció, akkor ebben nem köt bele senkit. Nyilván a mértékről van szó, hogyha ez egy pár tízmillió, akkor rendben van, ha pár százmilliárd, akkor nincs rendben. Tehát de szállodát venni, ez nem szponzoráció. Igen. Jó. Azt fogja mondani, hogy el kell helyezni az embereket, és el is fogadom. Hát jó. Ami nagyon nincs rendben, hogyha egy bíróság úgy dönt, hogy márpég ezek az alapítványok közpénzt képviselnek, és ezért a rájuk vonatkozó szerződéseket be kell mutatni, van egy érvényes bírósági döntés, akkor a jogalkotó, és mondom, itt nem a Nemzeti Bankról beszélek, én a képviselőkről beszélek. Van nekik egy esküjük, ami nagyon világos, hogy... De állítólag Matolcsi személyesen kérte ezt a módosítást Orbán Viktortól. Az lehet, és a képviselők megszavazták, én a képviselőkhöz szóltam. Az ő képviselőink, én a saját képviselőinkhez világos. Szóltam, hogy gondolják végig a maguk szerepét, és hál' Istennek, és lekopogom, hogy ez nem fa, lekopogom, hogy voltak intézmények, beleértve a köztársasági elnököt, akik és amelyek a munkájukat végzik, és ez megkönnyebbüléssel veszem tudomásul. És ennek az egész mostani módosításnak az előzménye a szállodavásárlás, a különböző unortodox iskolák alapítása, alapítványok létrehozása, irodaépület vásárlása, tehát nem szponzoráció, nem a művészet és a művészek támogatása, hanem ez a vagyonfelhalmozás. Erre ön volt elnökként szakmailag, és most ne pártot kritizáljon, mit mond, minek a Nemzeti Banknak? Minek ez a vagyon? Nem, beszéljünk inkább másról, mert már mindent elmondtam, amit el de tudtam ebben mondani, mert elmondtam, hogy ez aránytalan, nem világos, nem értem. Én azt értem, de értem, van ennek valami indoka, és, hogy ez minek? Hát engem kérdezni, hívja ide az elnököt, ma hát el tudja mondani észszerűen és világosan, hát ön szemében néz és elmondja világosan. Hát próbálkozom vele, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.